29-24-re nyert Koperben, VB-s lejtezőn a tavalyi VB-ben azérmes Szlovénia ellen a magyar férfi kézilabda válogatott. Ez volt Jubov Rányás szövetségkapitány első győzelme tétmeccsen. Szerdán visszavágó Veszprémben a siker értékéről Vassándor korábbi kapitányjal beszélgetünk. Jó reggelt kívánok, szervusz! Jó reggel! Meglepetés volt számodra Koperben ez a remek játék, amit a magyar válogatott bemutatott? Hát, hogyha egész őszinte vagyok, igen. Tudnék, az előzmények azok nem voltak valami kedvezők, és hát itt olyan nyilatkozatok jöttek ki a szlovénoktól, hogy a Vujovic az mindent tud, és ismer mindent az kit az egész világon, és a megfelelő taktikát fogják választani a magyarok ellen. Hát és megesz minket reggelire majd a szlovén csapat. Hát igen, ez nem nagyon sikerült, illetve az egész szlovén csapaton ezt nem látta az Na most az a szlovénok halvány teljesítménye, az a másik a része a dolognak, az meglepett? Mi kényszerítettük ki, vagy azért ennél ők többet tudnak? Én szerintem mind a kettő hozzájárul. Ennél többet tudnak, és tulajdonképpen a védekezés az egy elég masszív, igaz, hogy vannak játékosok, meg akik föl vannak háborodva, hogy milyen sok 2 percet kapott a magyar válogatott, meg a szlovén is. Ez teljesen jogos volt. A magyarok egy nagyon kemény védekezést csináltak, amiben sokszor belecsúszott egy-egy pofon, egy-egy rugás, tehát ez teljesen normális játék. Ilyen a box, illetve a kézilabda. Parancsolsz? Mondom, ilyen a box, illetve a kézilabda. Hát igen, hát van, amikor átcsap egy ilyen. Igen. Mire lehetett egyébként reálisan számítani ahhoz képest, ami történt, hogyha előre megpróbáltad lemodellezni ezt a mérkőzést? Tehát tulajdonképpen ami a nagy különbség volt a két csapat között, az az átlövésből elért gólok. Míg a szlovénoknál egy ilyen ember volt, azért a magyaroknál azért volt 2-3 ember, aki az átlövő pozícióban gólokat lőtt. Ez egyik a Bodó volt, aki nagyon folytatta jó szereplését, amit a bajnokságban elkezdett, illetve a Bajnokok Ligájában elkezdett. Ehhez jött a Lékai, meg a Nagy Laci. Nagy László és I.S. Ferenc visszahozatala kulcsfontosságú döntése volt a kapitánynak, ugye? Hát én egy kicsit más véleményen vagyok. A Nagy Laci visszahozatala igen, az I.S. az szerintem egy kicsit nem átgondolt volt. Hogy mit értesz az abban? Hát azért, mert ott van egy Ligetvári Patrik, aki minimum ugyanazt tudja, amit az I.S. tud a védekezésben. Vranyes valószínűleg azon is gondolkodott most, hogy gesztus, tehát valamilyen olyan egységet mutasson, amiben legyenek meg ez a hatékonyság mellett, nyilván a gesztusok is, hogy ez nem csak a fiatalokról szól, meg nem átmeneti csapat, és minden erőt össze kell itt most fogni, nem? Tehát, hogy legyen egy ilyen üzenete is a dolognak. Hát nézd, én nem tudom, hogy ez igen, azt mondjuk, hogy a cél szentesíti az eszközt, tehát azért a célok elérésében a személyek azok nem biztos, hogy a megfelelőek voltak. Ennyit a fiatalitásról? Hát nézd, ez a fiatalitásról semmi köze nem volt. Tehát ez az egész... Hát az itt és mostról szólt, hát ezt most hát meg kell jó, ezt a lehetőséget hát ragadni. Ugye ez most azt mondtuk, hogy hát ezen tovább kell jutni, és akkor mi van? És akkor mi lesz jövő év januárjában? Mi lesz a világbajnokságon? Ne szaladjunk ennyire előre. Biztos-e a csapat továbbjutása ezek szerint? Érhet-e minket bármilyen meglepetés itthon? Nézd, hogy a szlovénok nem fogják feladni, az szerintem biztos. Mert nem azok a típusú játékosok, edző, aki egy mérkőzést fölad. De az, hogyha Veszprémben az 5 gólos győzelem nem elég, akkor ez az elég nagy arcúítés lenne a magyar kézilabdának. Ehhez, hogy elég legyen, milyen játékkal kell fogadni őket? Hát ugyanabban, mint ők. Teljesen, tehát ugyanilyen kemény, kompromisszumok nélküli játékot. Itt mutatja, hogy a magyar válogatott több 2 percet kapott, és mégis egy 5 gólos győzelemmel hagyta el a pályát. Tehát az ember hátrányok ma már nem hátrányok. Hogy így mondjam, tehát nem azt kell gondolni, hogy mi nálunk 2 vagy 4-szer több 2 perces kiállítás volt, akkor mi vesztünk, mert ez nem így van már. Ennek a Koperben látott agresszív és kemény védekezésnek az elsősorban az volt az oka, hogy most ez a magyar válogatott, ez az állomány erre a legjobb, és ebből kell kiindulni, vagy ennél
ezen túlmutatóan azt mondhatjuk, hogy hát ilyen a világ kézilabdája, mindig ebből kell kiindulni. Hát nézd, az az igazság, hogy itt azért egy nagyon nagy segítséget kaptak a szlovénoktól, aki minden egyes játékos csak labdával próbálkozott. Tehát itt megadták a lehetőséget annak, hogy egy az egyenleni keménykedés megengedhető legyen. Tehát én úgy látom, hogy ez a szlovén válogatott, ez nem volt fölkészítve a magyarok ellen. Tehát ez azért azt szóval már... nagy volt a mellény, nagy volt a duma, de nem igen, igazán. Igen, nekem egy volt egy olyan érzésem, hogy ezek tulajdonképpen egy Bodoricsit nem is tudták, hogy hová lő. Tehát nem nézték meg az előző meccseket. Bejött egy Bóka, aki viszont 5 gólt lőtt, ami óriási meglepetés volt, és nagyon jó teljesítmény nyújtott. Tehát azért mondom, hogy ezekre ők nem voltak fölkészülve, a beállós játékra sem. Hát, hogyha a Bánhidi Bence egy picit tovább játszott volna, azért a Bánhidi Bodó kapcsolat az már nagyon jól működik a Szegednél, és ez a válogatott is ugyanilyen jól fog működni bárki ellen. Most nagyon porul jártak, most nyilvánvalóan megpróbálnak felkészülni, ez alapján, a mérkőzés alapján, meg elkezdenek nyilván korábbra is visszamenni az információkért. Az ő játékukban ez milyen változást jelenthet Veszprémben? Hát okvetlenül nekik 60 perc, egy nagyon gyors játékot kell játszani, és nem a labdával, hanem Futniuk kell. Helyet változtatni. Ahogy én ezt láttam, ezt a csapatnál, ez a Dolonyec, ez már nem képes arra, hogy ezt megcsinálja. A jobb átlövő pozícióban van egy Kvasznyik, meg egy másik balkezés, aki nem az már, aki egy ilyen mérkőzést ilyen fokon meg tud fordítani. Korábban Vranyes arra panaszkodott, hogy nincsenek a magyar válogatottban most megfelelő nemzetközi klasszis szélsők. Szélső szempontból milyenek láttad ezt a mérkőzést? Nézd, arra, hogy nem teszik be a szélsőt, akkor nem is fog teljesítmény nyújtani ez az első részéhez. A másik, a Bóka nekem egy meglepetés volt, megmondom őszintén, mert egy nagyon jó teljesítmény nyújtott. Jobb szélről nem jött sok minden, tehát onnan nem tudtunk veszélyesek lenni. Én azt mondom, hogyha több nehéz nemzetközi mérkőzés fog játszani, akkor ez a fiatal szélső is be fog oda illeszkedni ebbe a játékba. Ha megelőlegezzük a továbbjutást egy ilyen idegenbeli eredmény után, akkor a következő kérdés az, hogy ez a most összeálló csapat mire lehet képes a folytatásban, illetve hát van ezt megelőző kérdés, hogy van-e ilyen csapat a folytatásban? Hát nézd, én nem tudom, hogy a Nagy Lacinak a reaktiválása az meddig tart. Hát ha jól vettem ki a szavaiból, akkor nem világbajnokságtól világbajnokságig. Hát én azért mondom, hogy elvileg először erre a két mérkőzése volt, ugye meg a reaktiválás. Azt, hogy ez egy világbajnokságon is így lesz, abban már nem vagyok biztos. Forszírozni kellene ezt mindenképpen nagyon? Hát nézd, erre nagyon nehéz válaszolni. Én nem tudom, hogy a másik jobbátlövők, a többi jobbátlövő, mert ugyebár 3 jó jobbátlövő van a magyar válogatottban, azok a nem játszás miatt milyen teljesítményt tudnak nyújtani, ezt nem tudom. Eltérdül a Balogh Zsolt, aki tulajdonképpen rendszeresen játszik a Szegedbe, de egy Ancsingában nem játszik. Egy Bartók Donát nem tudom, hogy én őt nem látom annyira. Mint hogy a Bundesligában, igen. Igen, hogy a Bundesligában mit játszik, hogy játszik. Tehát erre gondolom vannak megfelelő emberek, akik ezeket figyelik. Tehát a Nagy László probléma az egy nehéz dió ilyen szempontból, hiszen nagy embernek, Nagy Lászlónak hosszú az árnyéka, és sok helyzetet meg tud oldani, és hatalmas segítséget jelent, de ugyanakkor, amit mondtál, mi van mögötte, mi van utána? Nézd, az igazság, hogy a Nagy László is egy olyan, hogy hát fog játszani, és de egyszer abba hagyja. Hát most a kérdés az, hogy meddig forszírozzuk ezt, hogy na még erre az utolsó világbajnokságra, mert ez olimpiára nagyon jó lehetőség van a kvalifikációra, illetve hogyha tudnak az olimpiai kvalifikációra játszani, vagy Európa-bajnokságot kell utána nyerni. Ezek mindig olyan, hogy valamilyen kimagyarázkodást keresünk abba, hogy ne változtassunk. Tehát én azt mondom, hogy ez a Lacitól függ, hogyha ő úgy gondolja, hogy ő még az olimpiáig játszani tud, amit én kétleg, hogy bevállal, akkor el kell dönteni, hogy hogyan tovább.
Hogyan látod Ljubomir Vranjes szerepét, hogy az elején említettem, hogy az első tétmeccsen szerzett győzelme, és hogyha a Veszprém kudarcos éve is újraépítése mellett, neki mennyi energiát kell majd mozgósítani ennek a válogatottnak a felépítésére? Hát szerintem jóval többet, amit eddig tett. Tehát jóval többet, mert az én információim szerint ez, hogy így fejezzem ki, minimális volt az elmúlt idő egy évben. Tehát ennél jóval többet, itt megint visszatérhetünk a Rasmussenre, aki egy nagyon kecsegtető új csapatot szedett össze. És főállásban. Nekem ez a fajta edző a válogatott számára sokkal szimpatikusabb. Sokkal szimpatikusabb, aki megismeri az egész magyar mezőnyt, megismeri a fiatalokat, megismeri a fiatalok munkáját, és tud tervezni, tud előrelézni. Volt annak nyilvánvalóan logikája korábban is, hogy egy élcsapat, egy top csapat vezető edzője legyen a szövetségkapitány, és hogyha ott játszik a válogatott játékosok zöme, akkor ennek nyilván megvannak az előnyei, meg megvan a logikája. Képes lehet-e ezt az általad is említett rengeteg energiát mozgósítani egy olyan vezetőedző, akinek, mint ahogy mondtam, tehát nem egy szimpla éve volt a Veszprémmel, ahol BL Final Four-t hoztak, és másodikok lettek, vagy harmadikok, hanem itt nagyon komoly újraépítési feladat is van. Hát először is én ismertem egy ilyen szövetségkapitányt, aki 10 játékosa volt a klubjából, és 6 a másik csapatokból. Tulajdonképpen ez ebben az esetben elfogadható, szerintem. Ha nem így van, és ugyanúgy hát a Veszprémből 3-4 játékos van a válogatottban, akkor ez tulajdonképpen a válogatott céljainak az eléréséhez kevés. És ha egy Veszprém edzője, vagy Szeged edzője, teljesen mindegy, hogy kit, melyik klubot nevezünk, nagy világos, klubot meg nevezzük. Jó edzőkről beszélünk, nyilvánvalóan nagyon jó edzőkről. Igen. Jó edzőkről beszélünk, de azok már nem tudják ezt a mellékállást elvégezni. Tulajdonképpen nekik a válogatott egy mellékállás. Gondolom fizetéskiegészítés. Sándor úr, a végére értünk, előre a Rasmusseni úton ez volt akkor a jelszavat. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm.